A befektetők a háború ellenére is bíznak a magyar gazdaságban, erről beszélt a pénzügyminiszter, miután újabb devizakötvényeket bocsátott ki az állam. A kötvények iránt kétszeres volt a kereslet, ez is azt mutatja, hogy az ország a bizonytalan helyzetben képes önállóan a piacról finanszírozni magát, tette hozzá Varga Mihály. A kibocsátás nem érinti egyébként a költségvetési hiányt, így tartható mind az idei, mind a jövő évi költségvetésben célzott hiány. Kedden nyújtotta be az országgyűlésnek a jövő évi költségvetési tervezetet a pénzügyminiszter. A dokumentumból kiderül, hogy szinte minden területre több forrás juthat 2023-ban, mint idén. Magyarország kormánya, ahogyan vállalta, az elhúzódó háborús helyzetben is megvédi a munkahelyeket, a nyugdíjakat, a családokat és a rezsicsökkentést. A kormány számolt a háború hatásaival is, ezért a költségvetésben az is szerepel, hogy az orosz-ukrán háború, valamint a brüsszeli energia és szankciós politika miatt a legfontosabb feladat Magyarország békéjének és biztonságának a megőrzése. A kormány fő célja továbbra is a rezsicsökkentés megőrzése és a honvédelem megerősítése, ezért hozta létre a honvédelmi alapot. Erről Simicskó István beszélt a Kossuth Rádióban. A KDNP frakció vezetője kiemelte, a kormány meghozta a felelős döntéseket annak érdekében, hogy az ország kimaradjon a háborúból, de a honvédelmi alap létrehozásával arról is döntött, hogy a honvédséget meg kell erősíteni. Nekünk az a feladatunk, illetve a kormánynak, a Fidesz-KDNP kormánynak, hogy biztosítsa a békét Magyarország számára, Magyarország külső biztonságát megőrizze. Természetesen meg kell őriznünk a háború okozta gazdasági problémáktól is, hatásoktól is, negatív hatásoktól is a magyar gazdaságot, a magyar családokat. A 2023. évi költségvetési törvényjavaslat alapján a kormány jelentősen többet fordít majd a családok segítésére jövőre, így folytatódnak a családtámogatások. A következő évben az infláció mértékének megfelelően tovább emelkednek a nyugdíjak, és megmarad a 13. havi nyugdíj is. A pénzügyminisztérium közlése szerint a kormány az államadósság és a költségvetési hiány további csökkenésével számol. Varga Mihály napközben arról számolt be, hogy Magyarország újabb devizakötvényt adott ki. Ezúttal 3 milliárd dollár és 750 millió euró értékben. A pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a befektetők a háború ellenére is bíznak a magyar gazdaságban, ugyanis a kötvények iránt kétszeres volt a kereslet. A most bevont forrásokat az ország stabilitásának megőrzésére, előtörlesztésre és a pénzügyi tartalékok növelésére használjuk. A kibocsátás nem érinti a költségvetési hiányt, tartjuk a 4,9%-os hiánycélt és folytatjuk az államadósság csökkentését. Varga Mihály úgy fogalmazott, a kötvények iránti kereslet azt mutatja, hogy Magyarország a bizonytalan nemzetközi környezetben is képes önállóan a piacról finanszírozni magát.